Hogyan törhetsz be a jól fizető, érdekes, igényes informatikai állások piacára, még akkor is, hogyha nem vagy informatikus? Sziasztok, én Barát András, karriertanácsadó vagyok, és egy nagy félreértést szeretnék rendbe tenni ebben a videóban. Amikor karriertanácsadásra jönnek hozzám szakemberek, hogy váltani szeretnének, nincsenek a helyükön, kevés a fizetésük, akkor most már azt mondom, hogy szinte kivétel nélkül mindig előjönnek az informatikához kapcsolódó állások is potenciális lehetőségként. Hiszen a mi karriertanácsadásunknak az egyik elve, hogy ha olyan állásokra pályázol, amire nagy kereslet van, akkor nem kell, hogy 100%-ig megfelelj az elvárásoknak, akkor is fel fognak venni. Legfeljebb el kell végezni néhány célirányos, úgymond gyors talpaló képzést. De a lényeg az, hogy olyan irányba kell pályázni, amire nagy kereslet van. Ugye hol van nagy kereslet, az az informatikai területen. De amikor ugye beszélek arról, hogy digitális szakmák, stb., akkor a legtöbb ember az, nem a legtöbb, vannak néhányan, akik azt mondják, hogy jó van András, de én nem vagyok informatikus, vagy én mindig is hülye voltam a matekhoz, vagy engem nem érdekel az IT. És ilyenkor veszek egy nagy levegőt, és kezdek bele abba, hogy figyelj, az informatika már nem egyenlő a programozással és a rendszergazdával. Ugye, hogyha azt mondom, hogy informatika, akkor a legtöbb ember elképzel egy fekete pólós, szakállas illetőt, és azt mondja, hogy hát ő nem informatikus. De a világ rengeteget változott. Tehát amikor én 46 éves vagyok, de amikor ugye mi tanultunk informatikát, abban inkább nem megyek bele, de akkor tényleg alapvetően még rendszergazda, meg programozó állások voltak, de most már gyakorlatilag minden szakterületet átölel az informatika. Nézzük meg a marketinget, jó? Tehát biztosan kimerem jelenteni, mert jó néhány ügyfelemnél tapasztalom, hogy hiába van valakinek gyönyörű marketinges pályafutása, nem vagy csak nagyon lassan fog tudni elhelyezkedni digitális marketing ismeretek nélkül. Úgy, mint Google Analytics, tehát analitika elemzés, PPC, azaz online hirdetések kezelése, webszerkesztő ismeretek, CRM rendszer, tehát ügyfél adatnyilvántartó, hírlevél küldő, marketing automatizáló rendszerek ismerete nélkül nem fog tudni elhelyezkedni, még akkor is, hogyha nem digitális marketinges állásokra pályázik, hanem mondjuk általános marketing menedzsernek. Nézhetünk más területet pénzügyön belül, ugye az SAP, mint ügyviteli rendszer, vagy az Oracle, vagy a Microsoft Dynamics, az nem új keletű, ez már 20 éve itt van, de azt látom, hogy még mindig egy rengeteg embernél lesz fejlesztendő, de itt ráadásul bejött az adatelemzésnek a széles tárháza, most már kell egy fejlett SQL ismeret, egy haladó, nagyon haladó Excel, akár Excel makrok, Power BI, vagy a Tableau rendszereknek az ismerete, ahhoz, hogy valaki az igazán jó állásokra is tudjon pályázni. És hogyha azt mondom, hogy igazán jó, akkor szakértői szinten is millió forint közeli fizetésről beszélek, plusz-minusz 100 000 forint, jó? Junior szinten. Tehát azért mondom, hogy nagyon sok szakembernek én mondom, hogy meg tudnád duplázni a fizetésedet, egészen konkrétan meg tudod duplázni a fizetésed, ha nem mondanád azt, hogy engem az IT nem érdekel. De akár mehettek a gyártás területére, a gyártásban is. Ugye nem csak arról van szó, hogy a gépek automatizáltak, hanem most már jó néhány folyamatot is automatizálnak. A statisztikai módszerek, például a Minitab szoftverrel a hatékonyság növekedés érdekében. Most nem sorolom az összeset, jó, de akár nézzük csak az informatikát, jó? Még egy perc. Az informatikában, ugye a tradicionális informatikában ott vannak az IT ügyfélszolgáltatások, a helpdeskesek, servicedeskesek, nem az állomállás, de például egy tökéletes belépési pont olyannak az informatikába, aki eddig nem dolgozott benne, például pályamódosító tanár, hogyha be akar törni az informatikába, tökéletes belépő pont, másfél évig csinálja, utána fog tudni előrelépni. Ott vannak a tesztelők, manuális tesztelő, automatizált tesztelő. Az ügyfélszolgáltatnak a magasabb szintje az a technical support. Aztán ott vannak az IT projektmenedzserek, a product ownerek. Jó néhány ügyfelem kerül be ezekbe az állásokba 1 millió, 2, 3, másfél milliós fizetéssel is úgy, hogy korábban nem dolgozott informatikába. És még a sort hosszasan sorolnám. Tehát azt akarom mondani, hogy ha azt mondod, még ezek után is, hogy engem az IT nem érdekel, akkor lehet, hogy úgy jársz, hogy elmegy melletted a világ. Ellenben, hogyha azt mondod, hogy jó, eddig nem igazán dolgoztam informatikába, de végül is miért ne tanulnám meg, hogyha itt nagy a kereslet,
És nincs elég szakember, és nem csak azért nincs elég szakember, mert nincs elég programozó, hanem mert nagyon sokan így gondolkoznak, hogy hát én hülye vagyok az IT-t. Tehát, hogyha nyitott vagy rá, akkor meg fogod tudni tanulni. Én meg fogod tudni tanulni, ráadásul most nem azt mondom, hogy a C++ vagy a Java programozást gyors talpalom, mert ahhoz idő kell. De az IT-nek egy csomó szegmensét meg tudod tanulni célirányos online tanfolyamokon. Például mi mentor klubunkban is, amiben külső trénereket, szakértőket kérünk fel, hogy videós oktatóanyagokat, meg egy-két napos képzéseket, 6-8 hetes képzéseket szervezzenek, eljutnak ügyfelénk haladó szintre, adatelemzésből, Power BI-ból, Google Ads hirdetéskezelésből, Facebook hirdetéskezelésből, webszerkesztésből, IT projektmenedzsmentből, Scrum és agilis módszertanból. Tehát ez megtanulható rövid távon, 3 hónap alatt már megtanulható egy olyan szintre, hogy be tudj lépni junior állásokba. És mikor azt mondom, hogy junior állás, akkor az nem azt jelenti feltétlenül, hogy 300 bruttó fizetés, sok esetben azt jelenti a junior állás, hogy 800 000 forint plusztól indulnak a bruttó fizetések. Úgyhogy én csak arra biztatlak, hogy legyél nyitott, ha még nem tudod, hogy mit tanulj, akkor kezdj el több ilyen célirányos gyors talpaló képzést azért elvégezni, hogy megérezd, hogy téged mi az, ami érdekel, hogy többet megtudj róla, egyáltalán, hogy el tud dönteni, ez neked való, vagy nem. És én magam is nagyon-nagyon izgalmasnak tartom mindazt, ami fejlődés zajlik. Hogyha például valaki programozást tanulna, a legtöbb trénerünk azt mondja, hogy kezdj a Pythonnal, mert sokkal egyszerűbb megtanulni, sokkal egyszerűbb a nyelvezete, ráadásul rengeteg helyen keresi. Tehát én ezt nem csak azért tartom érdekesnek, mert rengeteg ügyfelem helyezkedik el pályamódosítóként is, nem csak azért tartom érdekesnek, mert a mentorklubban egy csomó ilyen képzés elérhető már, hanem személyesen is nagyon nagy lehetőséget látok benne. Hogyha megnézem az én karrier történetemet, akkor dolgoztam én is IT projektkoordinátorként, a Guerrilla Networks műhely végig is a digitális marketing készségeink miatt lett piacvezető karriertanácsadó cég. És én is azt 26 különböző, múltkor összeszámoltam, 26 különböző rendszert, informatikai rendszert használunk a cégünkbe. Ezeknek az integrációja is már nyilván két főállású munkatárs dolgozik rajta marketing automatizálási szakértőként. Tehát én személy szerint is látom a bőröm, hogy milyen nagy lehetőségekhez juttat ez, személy szerint engem is. De a lényeg az ügyfeleimen van, hogy el tudnak nyerni jól fizető állásokat még akkor is, hogyha nem az informatika területéről jönnek. Úgyhogy szeretném nektek megmutatni a hogyant is. Erre kidolgoztunk egy egészen konkrét módszertant, aminek Career Hack címet adtam. Career Hack azaz, hogyan hackkelheted meg pozitív értelemben a karrieredet, hogyan léphetsz szintet fizetésben, tudásban, akár hierarchiai szintben. Erről szólt a csütörtök esti előadásom, amit 17:30-kor tartok. Téged is várlak szeretettel, ez egy ingyenes előadás, de regisztrációhoz kötött. A címe tehát Career Hack, és végig foglak vezetni azon az úton, amit már több száz ügyfelem jár be, pályamódosítással, egy új szakterületre belépve, nem pályakezdőként, hanem jó fizetett szakértőként tudtak érvényesülni. Gyere, várlak szeretettel, tehát a Career Hack előadása, csütörtökön 17:30-kor találkozunk a számítógép előtt. Addig is, ciao mindenkinek, sziasztok!